egy olyan dolgot oktatok, ami teljesen a mai világra, nem egy feudális kori gondolkodást hoz Ázsiából, hanem egy 21. század európai jogrendszerhez is megfelelő gondolkodást hoz, illetve azt a fajta kreativitást, amit ugye nagyon sok hagyományos harc nem engedélyez az embereknek, mert hagyománytisztelet az fontosabb. Na most abban is van jó, de sikerült ezen egy kicsit túltenni magamat, és most már csak olyan dolgot oktatok, ami működik. És nem zárkózunk el semmilyen fejlesztés elől, de ki fogjuk szoktuk próbálni mindig, hogy tényleg működik-e vagy nem. Nagyon sok erőszakos cselekmény van, sajnos nagyon sok van olyan, amit nem is vallanak be. Hazamegy és eltitkolja valaki. Azt nem számoljuk be, ugye? Nem tudunk róla, ő maga tudja. És az is fontos lenne, hogy éljük az életünket úgy, hogy ne féljünk soha senkitől. Tehát az én iskolának az a fő szlogenje, hogy ne félj. Mert hogy bármi történt az emberrel, de ha félünk, nem tudunk jó döntést hozni. És mindenki fél valamitől, van, aki attól fél, hogy elveszít az állását, a másik attól, hogy gyereke lesz, vagy nem lesz gyereke, a negyedik attól fél, hogy meghal az idős szülei. Mindenki fél valamitől ebbe az országba sajnos. És a legtöbb probléma az, hogy emiatt nem képes ugye úgy élni, hogy lehetne, mert visz magával egy ilyen salakanyagot, egy mérget, mert ő fél. Na most, ha a gyakorlások során mi szituációkat gyakorlunk, és belemászunk helyzetekbe, és látják, hogy ez működik, és nem kéne ettől félni, akkor az élet más területein is az ember jobban sínre vágán teszi magát, mert rájön arra, hogy hát a verekedéstől nem félek, akkor mitől féljek? Féljek egy végrehajtói levéltől? Nem félek. Az nekem nem árt, így van. Vagy féljek attól, hogy kirúgnak, mi lesz másik munkahelyem? Tehát ha a nagy dolgokat gyakoroljuk, a kisebb, egyszerű dolgok a helyükre kerülnek. És igazából ez lenne az üzenete az összes küzdőművészetnek, hogy az embernek olyan töltést ad, meg olyan plusz energiákat ad, meg olyan hitet ad az életéhez, hogy a későbbiekben, hogy a helyre kerülnek a problémái. Az emberek megtanulnak két dolgot, mit jelent a mindig meg a soha, akkor minden rendben volna. Csak az a probléma, hogy kitaláltak egy olyat, hogy talán, egy harmadik alapot, ugye? És ez a legnagyobb probléma. És arra pakoltak bele mindent. Talán elmegyek moziba, nem esik az eső, talán nem. És ezért az ilyen embereknek nem is tudunk hinni, bízni bennük, mert ilyen talán emberek. Na most meg kell tanulni mindenkinek, hogy talán kalapot ki kell üríteni, kivenni és betenni a mindig vagy a sohába, és üres legyen, és akkor az ilyen típusú embernek lesz egy stílusa. Akinek van stílusa, ugye, arra föl lehet nézni, ez egy hiteles ember. És azok adnak előre jobban az életben. Hüvelykújat hátrafelé, mint egy késsel le kell vágni. Hát ez az. Ez nagyon fáj, fog engedni. Már az elején rögtön kontaktot veszünk fel egymással, tehát gyakoroljuk az érzést. Milyen hozzáérni valakihez. Gyakoroljuk a távolságot, és mint hogy látszol, ott mozogtunk, tehát térben gyakorlunk, nem pedig állva. Ötös kapu, fönt lent, és beng. Most nem igazán látszik onnan, de van egy ilyen fontos középvonal elmélet. A középvonalat ugye mindig védjük, nem enged be. És ő fogja bejönni a középvonalba, és ő fog megütni engem. És vannak ugye direktívái, még gyorsabb, kurtább verziók. És ugye jön át ellentámadás, és érzem, hogy nyom, tehát jön rám. Nagyon jó. Mondjuk a 8-asnál. Bang! Csapja félre a kezemet. Hozzáérek, kitakarít onnan. És bejön a középvonalra. Így kezem, nem tudok védekezni. Így van, jó. 8-as B. Lezár, és bang. Tehát lezárja a kezemet, nem tudom kivenni. És megüt közben. Itt nyilván egy kis időre kapcsol ki, de ez pont elég, hogy megüssön. Most a Gábor nagyon kímél engem, nem akar orrba vágni, de ugye ez mind ide jött volna az orromra, most kaptam. De edzésen nem ütjük egymást, csak max mellbe. A kapuzásnak a lényege az, hogy fenyegetést észlelünk, és az ellenfél bemozdul, belép, benyújtja a kezét, akkor fölveszi velem a kontaktot. Tehát nem engedi meg,
hogy közelebb menjek. És már itt találkozik velem félúton, kettőnk között, és innen már megszabja a határokat. Tehát nem lesz áldozat. És nyilván utána átjön ellentámadásba, és beeng. De gyorsan is, az a fontos, hogy jön rám, tehát veszel a távolságot, és olyan ponton jön be, ha nem tudok védekezni. Nézzük a másik oldalt. Te mehetek én így is, így is. Ügyes. Jó, most belepróbálok nyúlni a kezébe, hogy ne vágjon orrba, és hogy folytatja az akciót. Hát ez volt a lényege. Hiába húzom el a kezét, lehúzza a kezem, ez ár is megüt. Ügyes. Meg tudom venni a kezemet, folytatja és bejön. Ha valaki megfogja a Gábor kezét, ugye nem fáj Gábornak, de is hozzá jogom, hogy fogjam a kezét, mit akarok én. Így van? Egy szituáció, és ha nem megyek el, mit fog csinálni? Ezt meg kell oldani, vagy ez problémát, hogy szólj, hogy engedjem el a kezét, szólják. Engedj el a kezem. Nem engedem el, de akkor svák a torba, lehet, hogy nem vagyok magyar. Nem értem, mit mondott. Vagy beteg vagyok, és ugye rosszul vagyok, és kapaszkodok valakivel, vak vagyok. Akkor jeleznie kell, hogy erre gondolt. Megismétli, engedjem el a kezét. Engedj el a kezem. Ezt legyen. Már érti a kínai is, hogy miről van szó, ugye, meg a japán is. És ha ez sem hajtja végre, akkor kényszeríteni fog, felcsavarja a kezemet, és ellök. Tehát fontos, hogy van itt is egy meghatározott forgatókönyv, hogy hogyan hajtunk végre egy szabadulást. Mert az emberek nem mindig rossz szándékkal, lehet, hogy rosszul van, beteg, és kapaszkodik be, hogy jaj, segíts rajtam, akkor nem üthetjük, nem lehet bántanunk nyilván, de meg kell győzni, hogy tényleg mi a probléma. Ezért kezd végigjátszani, hogy felszólít. Engedj el a kezem, legyen szíves. Nem csinálok semmit. Engedj most el a kezem. És ha most, akkor már egyértelmű, hogy miről szól a dolog. Ilyen típusú kézfogásnál ugye szóltakerje a kezemet, és el kell engednem. Nem működik együtt az ember izülete, idáig még működik, idáig, de itt már nem tudom tartani. Innen már nem működik, és le fogok csúszni, és tovább viszi, képtelen vagyok követni. És ezt egy nő képes megcsinálni egy férfival, bármikor, ha ezt szóltakeri. A 8. a második szinten vagyok a rangban. Igazából járok minden alkalommal, amikor csak tudok, nagyon szeretem. Ez az életemhez hozzátartozik most már. Hát nekem meg van szokva az, hogy nem csak egy hobbi, hanem mint az életem. Ez egy hozzátartozó dolog is. Nagyon sok helyen előjön ez a dolog, hogy ezt csinálom, mert máshol is fejlődik az ember. Nagyobb az önbizalma, nagyobb a kitartása, ha valamibe bele kell vágni. Illetve tényleg sötét éjszakákon, ha az ember kint jár, akkor sincs benne az, hogy hú, most mi lesz. Tehát nem kell tartani dolgoktól. Nincsenek ilyen félelmeim, például ha este kell járkálom egyedül. Ez tényleg nagyon sok helyen, tehát a legtöbbet talán azt adja ezen kívül még, hogy az embert fejleszti. És látja azt, hogy tud fejlődni, és nem hétről hétre, nem azt kell elvárni, hogy egyik héten már sokkal jobb vagyok, mint a másikon, hanem hónapról hónapra alázatos munkával, de szépen lassan lehet fejlődni. És talán ez is a legszebb az egészben. Így lehet talán a legjobbnak lenni idővel, hogy sokan ugye lemaradnak sajnos, akik azt látják, hogy csinálják, de még nem csinálnak eleget, nem érik el a töréspontot, de még akkor is csinálni kell alázattal, eljönni egy fáradt délutánon is, mint ami nekem most volt. Fáradtam, kicsit izzadtam, de eljöttem, mert ez a dolgom, és itt vagyok. Úgy, mint testileg, úgy mentálisan is fejleszti az embert, mint ahogy előbb is mondtam. Tehát ugye jobb lesz az embernek az egészsége, jobb lesz a kitartó képessége, jobb lesz, precízebb lesznek a mozdulatok, sokkal precízebbek, sokkal jobb a helyzet megoldó készség, illetve a felismerő képesség, ezekben is segít. Illetve tényleg, amit tudok fiatal férfiként elmondani, hogy az önbizalmat azt azért tudja. De lenni meg az alázatot. Talán ez, ami mai világban sokakból hiányzik. Az alázatot arra gondolok, hogy kitartóan egy adott dolog irányában dolgozni. Nem látjuk a végét, de tudjuk, hogy mit akarunk, és csináljuk. Én ezért csinálom. Folytogatni? Hogyha jó folytogatni, már nincs levegőm. Ha sokáig várok, akkor el fogok kérni. Nagyon rosszul vagyok most már, de van még egy fél percem. Meg se próbálok ezt kifelé húzni, mert nem tudom kifejteni akkora erőt kifelé, mint ő befelé, ugye? Feszül a kezem, van egy izom. Ha megütöm, akkor ez kellemetlen. Ki tudom a kezemet nyújtani?
tudok menni a lágypontokra. Mindenkinek van egy lágypont. De mondjuk sáv van rajta, vagy olyan páncél. Ez nem működik. Lehetünk ugye nyomni hátra a szemét, az orrát. Ez azért jó, mert ez a kapcsolat itt érzem, hogy gyengül, lágyul. Mi szoktunk támadni karra, izomba kívülről, belülről, hideget fogunk, akkor el fog engedni. Vagy csak lecsavarom egyszerűen. Ugye hogyan vagyok erre képes? Fölemeltem a kezemet, és elkezdett tekeredni. És szorítsad nyugodtan. A test ugye, tengelyek körül fordulunk, óriási eleget tudunk kifejteni. Mint egy oszlop, mi elcsavarodik. Be fog szorulni ez a keze ide. Ide pedig a nyakam mögé a másik, már nem engedem, hogy kivegye. És vagy lehúzza a kezét, hogy elengedett, az is jó nekem, hanem akkor meg szenvedni fog, mert le fog tekeredni. Tudjuk, oktatjuk magas a szinten, hogy meg szoktam fogni ezt a felső kart, és tudom feszíteni lefelé. És ne tudom már vinni könnyebben a földre, ugye? Mert ki volt tekeredve. Nagyon fontos, ugye, hogy nem okozunk olyan sérülést, ami nyolctapon túl gyógyul, hogy nehogy mondjuk feljelentsen engem. Most igazából csak az történt, ugye, hogy tudtam kényszeríteni, igazából velem együttműködik. Azért fordul, mert arra nem fáj. Ő keresi, hogy merre nem fáj. És igazából erre nem fáj. Most se fáj neki. Mert azért teszi, hogy ne fájjon, tehát kifordul, szépen le tudom vinni. Nem tudok menni. Akar dolgozni, de már könnyen rajta vagyok, hogyha mégis ellenállást fejte neki. De valóságban úgy történik, hogyha ilyen dolog van, ugye kommunikálnunk kell mindig a, mondjuk úgy a támadóval. Több okból is. Azt mondom, hogy ezt akartad? Ezt akartad? Megkérdezem, és válaszolni fog. És egyrészt, hogy rá kell vennem arra, ugye, hogy kommunikáljon velem. Mert akkor együttműködik, mert mond egy valami választ, ha nem, akkor pedig többször fogom megkérdezni. Ez a fontos, hogy ha bajba kerülünk, és megoldunk egy szituációt, hogy merjünk valakinek hátat fordítani és elmenni. Mikor merjük ezt megtenni? Hogyha feladta a küzdelmet, így van? Hát nem az a fontos, hogy fizikálisan megsérüljön, az a fontos a szívben, hogy lélekben megsérüljön. Olyan értelemben, hogy nem merjen velem szembeszállni, mivel engem alábecsült, hiszen ki lettem választva áldozatnak valamiért alábecsült, gyakorlatilag az történik, hogy csalódik a saját döntésében, tehát máskor nem igazán mert megtámadni, mert hát, ha megint rosszul fog választani. Tehát ennek a szitban az is egy jelentéstartalmú dolga, hogy úgy járunk hozzá a békésebb világhoz, hogy a rossz embereknek elveszik az önbizalmát. Erről szólna. Anélkül, hogy súlyosabb esetek történnének, igazából elveszem a kedvét attól, hogy valakit megtámadjon. Mert úgy dolgozom, kontrollat úgy dolgozom, hogy a fájdalom küszöbben vagyok végig, és ő érzi azt, hogyha gyakorlunk valamit, például érzi azt, hogy nem ütöttem gyorsan, vagy keményen, de akarok, akkor lett volna kemény is. Tehát ezt érzi mindenképpen, ez nem fáj senkinek, meg ez sem fáj, csak ugye érzi, hogy hú, de gyors voltam. Valaki nagyon fenyeget engem, Gábor például, és ugye olyan helyen vagyok, hogy a busz megállóba, és csak nem kéne elszaladni a buszom elől, ott vagyok, és ő meg fenyeget, és ugye meg kéne ezt vagy oldani. De félek, hogy meg fog ütni, és ilyenkor nyilván kicsit harcra készebbnek kell lenni, mint egy civil embernek, tehát nem szabad a karom lógatni, ezt nem tehetem, mert akkor érzed, hogy fenyegetem. És ilyenkor szoktam alibi tevékenységet folytatni, hogy igazgatom a galléromat, meg ilyeneket csinálok, meg tehát hogy legyen fönn a kezem. Hogyha ütni akarna, odaérjek időben. Legtöbbször gond az, hogy lóg a kezünk, és nem tudjuk fölvenni időben. Látom én, hogy jön meg üt, ugye csak ahhoz, hogy az ember beavatkozzon egy akcióba, tehát a reflex az három részből áll, az idő. Az első ugye az, amikor az ingert észleli az agyunk, az időbe telik. Hozunk egy döntést, megint időbe telik, és a végén, mikor a reakcióra adunk ki parancsot agyban, az izmok azt cselekvésre vártják, az három időszelet. Ha az elején késtem, akkor elkéstem, ha a közepén késtem, akkor elkéstem, hogyha a végén, akkor de, tehát igazából a reflex az nem összemért dolog, az három részből áll. És
ezt mi külön fejlesztjük mind a három részt.